Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, Vorvidin kijött végre, hála jó Istennek, és komolyan mondom, az idei év végére egy tökéletes befejezés, egy jó játék, egy egész jó cinematic quest a Warframe-től, és komolyan mondom, aki nem kezd el most Warframe-ezni, az nem tudja, hogy miről marad rá, de fankon. Feltöltöttem már most arra a Warframe, Vorvidin történetét is, és egy tök jó tiszta képet kapunk arról, hogy honnan származnak a tenok, egy újabb kis extra információt arról, hogy honnan is eredezhetett, szóval honnan származnak a tenók. Nos, most ebben a videóban fogom felvázolni a különböző update-eket, az új dolgokat, amiket bejöttek, lefordítunk mindent, ti is értsétek, én is értsem, tisztában legyek, de most egyelőre szólok megint, spoiler alert! Spoiler alert! A Vorvidim végén megkapjuk ugye az új fegyvert, aminek nagyon-nagyon boldogak vagyunk. Equip, ugye? Itt van, de ez egy Broken Scepter, ugye ez a Broken Scepter, Broken Scepter, ugye ezzel irányíthattuk volna Tenshit, ki mit csinált vele, én kontrollra nyomtam rá, de megkaptuk, és nagy a boldogság most. Hát a Broken előbb-utóbb biztosan lesz egy egész is, de még egy, hát gondolom azért Broken, mert levettük róla azt a cuccot, és akkor na. A lényeg az, hogy ez megvan. És ugye ezt megtalálod automatikusan az inventoridban, továbbá, hogyha ide jössz kérlek szépen, a fegyvereknél megtalálod az Orvius-t. Na most, a kuva az egy új nyersanyag, az új pályákon dobják a grinnyrek, és ha minden igaz, akkor szétszórtan dobálják a különböző pályákon is. Továbbá, A marketbe beírva találtok kettő új fegyvert is, az egyik a zar, amihez kell a kuva, és kell hozzá egy dragoon shotgun, ezt is a marketben meg fogjátok találni, továbbá egy másodlagos fegyvert, a twin roggát, azt is az is kell kuva, és azt is a marketben meg tudjátok venni. Továbbá a dojo-ban, és kedves Necroarmiklán, szedjétek össze magatokat szépen, de eddig jó csináltatok, nagyon büszke vagyok rátok, az egyik legjobb klán, a legjobb klán vagytok. És a dojo-ba, a Green Air Laborban van egy új kard, azt ott tudjátok megszerezni. Ezek nagyjából az új fegyverek, amik bejöttek, és el lehet vele foglalni magatokat. Hát ezt megveszem. Akkor jött egy csomó kozmetikai ság, szóval, hogyha most van platod, akkor nagy a boldogság. Ha nincs platod, akkor vársz, és gyűjtesz platod, de ez nekem most ez így tetszik. Lehet, hogy bundle-be kellett volna megvegyem. Hát igen, lássuk. Bundle-be fölöslegesen drága, úgy érzem. Ja, akkor viszont a kamat armor az jól néz ki, ezt meg fogom venni. Idővel is a kubro armor sem rossz, de lássuk akkor, hogy hogy néz ki az új appearance, attachments, a sziendelákat gyűjtöm, mert hogy azokba tök jó tenni árkéneket. Egész jó. Copywing Colors. Nem rossz, nem rossz. És kezdtes ezt, én itt raknám valami narancssárgára, nem, inkább ilyen vörösre. Nem tudom. Legyen ilyen vörös. Jó. Ez is megvolt. Még sincs este, tök jó. Van egy ilyenünk. Ja, armor természetesen bejött meg mindent, de nem az a lényeg, hanem az a lényeg, és most egy nagyon-nagyon fontos dolog, ami a lényeg, hölgyeim és uraim, hogy végre visszahozták egy kicsit a régi Warframe-et, végre értelme van újra modolni, végre értelme van elmenni endgame-ekig, mert hogy egy nagyon jó, végre egy nagyon jó jutalmazási rendszer találtak ki, a Warframe-esek a Prime cuccok farmolásánál. Szóval ez az új rendszer eddig is mindenkit idegesített, rossz, és a többi most egy kicsit javítottak rajta, és ez egy tök jó dolog. Szóval, amint itt látjátok,
Twin Rog, a kaseg. A kaseg az új kar, amit a kard, amit a dojo-ban be tudtok szerezni. Twin Rog a két fegyver, kozmetik, kavat armor, landing craft armor, kuva cloak és kuva braid, symbolizing, corrupting power, bla bla bla. Egy csomó minden ilyen díszelem jött ide. Pár javítás igazából, ami még bejött a Warframe-ekre, ilyen grafikai update-ek, javítások, nagyon szuper, csini. Invasion alertek, tudjátok az Invasion alert melyik, ugyebár aki 100 000 éve Warframe-ezik, az tudja, de az Invasion alertek ugye itt a kis ököl. Na most, az Invasion alerteken ezentúl fegyverek is el lesztek érhetőek, mégpedig a Wraith és a Vandal fegyverek elérhetőek lesznek az Invasion alerteken, többé már nem lesznek elérhetőek Sortin. As part of effort to both repair and refresh an invasion system, the following changes addition has been made. Yeah. Prior the Sortin season, Vandal és a Wraith itt írja, ugye most már az Invasion alerteken lesznek elérhetőek, annál a mi az factionnél, akihez tartoznak, és mondjuk, hogyha olyan a fegyver, akkor korpuszos lesz, olyan a fegyver, akkor greenéres lesz, tehát ennyi a nagy történet. A Sortinál a nézát berakták a dojo-ba, most már csak dojo-ból lehet kiszedni, ez egy egész jó hír, azt hiszem, nem kell a Sortin kilódni vele, nem mint hogy olyan tűde nehéz dolog lett volna kilódni vele, hogy őszinte legyek. A Sorti változtatása, a Sorti most már csak Endot, Katalisztot, Reaktort, Adaptert, Axios Adaptert, Random Focus Lencsék, Legendary Court és egy új cuccot fog dobálni a Sorti, ami hamarosan be fog jönni, szóval ez várható még ott. Endless Void Fisher Mission-ök, ez azt jelenti, hogy Endless Prime cuccokat lehet farmolni. Na most ez úgy néz ki, hogy minden ötödik kör után egy defense-ben, interception minden kör után, survivor-ben minden 5 perc után, excavation-ben minden 200 cryotic után a játék felajánlja, hogy újra, ha akarsz, berakhatsz egy reliket, és tovább folytathatod a küldetést, újra összeszedve a 10 Void Fisher-t, újra kinyitva egy Prime cuccot, és akkor újra felajánlja, hogyha akarsz tovább menni, újra összeszeded a 10 Fisher-t, és így tovább, de nem is. És ez már egy oké dolog, mert akkor egy hosszabb kör alatt több Prime cuccot ki tudsz szedni, és ez egy tök jó dolog. Nos, de nem csak ez jó benne, és ez tök jó, amit most csináltak, és tényleg jó. Every time you open a relic, you get a predetermined booster. These boosters stack longer you stay. Minden kinyitott relic után kapsz egy előre meghatározott boostert. Ezek a boosterek felsztekkelődnek, minél hosszabb ideig bennmaradsz. Az első kör után kapsz 1,25-ös affinity-t, a második kör után 1,25 credit source-ot, a harmadik kör után 1,25 resource source-ot, nyersanyag source-ot, a negyedik után pedig drop rate source-ot 1,25-öt, az ötödik kör után kapsz egy reliket, amit felhasználhatsz ugyanabban a körben. A hatodik után affinity már 1,5-ös, és a credit is 1,5-ös lesz, hetedik, nyolcadik körre már 1,5-ös, és másfél is, és így tovább, minél több ideig maradsz bent, egyre jobb és több boostereket kapsz, és ez egy kurva jó dolog. Szóval nagyon-nagyon, ez itt most, hogy a Prime cuccok farmolását ilyenre megcsinálták, ez egy jó döntés volt. Oké, még mindig nem az a régi, hogy beraksz kulcsokat, és akkor egy óra alatt kihozol egy csomó cuccot, nem, itt beáldozol több leliket, tehát nem baj, könnyebb kicsit farmolni őket, mint a kulcsokat volt annó, de boostereket kapsz. Érted? Nem sok az 1,25, de pont jó, hogy bennmaradj, hogy kedved legyen, hogy told a végletekig azt a Warframe-et, azt a modalást, és ez kurva jó, végre visszajött. Nos, mit érdemes még kialakulni? Egy-két változtatást a Capture Enemy-ken, igen, Holster Customization,
Jó, ez semmi extra, ez majd időközben kitapasztaljátok. Grafikai update-ek voltak, Archwing update-ek voltak, Conclave update-ek voltak, Conclave Lunaro changes. Oké, változtatások, hotfixek, anyám kínje. Oké, különböző búrszák, különböző stat. Itt semmi olyan, amit konkrétan ne tapasztalnátok ti a játékban, de ezek a dolgok feltűnnek. Na most még mielőtt megelőzöm a kérdést, erről elfelejtettem beszélni. Ugye a War videó végén megkapjátok az Orvius-t, és itt lesz a Blade és a Disc. Na most rögtön utána néztem a Warframe fórumokon a Blade-et és a Disc-et. Úgy néz ki, hogy az új Grinir enemik dobják, a nagy darabok. Úgy néz ki, hogy ők dobják egyelőre, de nem vagyok teljesen biztos benne. Ezt olvastam így gyorsan, hirtelen a Warframe fórumokon, szóval ott keresétek, mert ott többen írták, hogy kaptak Blade-et, meg kaptak diszket az új enemiktől. Nos, hol tartom? Ja, igen, ugye emiatt új enemik, van egy új játékmódunk, Assault névre hallgat, fogunk róla beszélni, fogok róla valószínűleg csinálni egy videót, mert eléggé tetszik nekem ez az új mód, hogy láttam annó, és ugye az új enemik és a kuvat az új nyersanyag, az új pályák esetlegesen Kopernik, itt lesznek a valószínűleg a Holdon. Bár őszintén még én se teljesen néztem. Ja, bocsánat, Kuva Fortress. Szóval itt van az új csillag. A csillagrendszerben van az új pályák, a Kuva Fortress, és hát kuvákat kaphatsz itt, és itt farmolhatod Tessinnek, gondolom, a kardját. Szóval itt érdemes körbenézni, srácok. Ja, igen, még egy fontos dolog, elfelejtettem majdnem beszélni róla. Mindenki a War Within végén fog kapni egy Attika, bocsánat, meg fogja kapni ezt a különleges módot, oké? Meg fogja kapni ezt a különleges módot. Ezzel a különleges móddal le kell tolni, legalábbis az én feladatom az volt, hogy egy kör Interception-t le kellett toljak szólóba, anélkül, hogy elesnék bármilyen szinten. Tehát nem szabad elesni, meghalnom semmi. Egy kört szóló le kellett toljak, és ezt megcsináltam, és cserébe kaptam egy fegyverspecifikus módot, mindenkinek más lesz ez a fegyverspecifikus mód. Én az Attikára kaptam, mert hogy miért ne, már kétszer gyártottam le az Attikát, kétszer töröltem ki, és most újra legyártottam gyorsba, hogy ezt meg belerakhassam, és hogy ott van. Nem rossz a mód. 103 flight speed, tök jó, hogy gyorsan repülnek a nyilak, és ez plusz 120,3% toxin, az viszont nagyon jó. Az elég beteg. Azt kell, hogy mondjam. Az nem rossz, de nem estem hasra a fegyvertől magától, hogy őszinte legyek. Több fajta lesz, mindenki valami más fajtát kap. Lehet, hogy itt az új kuvat rendszerben lehet esetleg őket is farmolni, dobálják, nem tudom pontosan hogy van. Az is lehet, hogy mindig, ahogyha megszerzel egyet, akkor lesz hozzá egy challenge, hogy felold. Na most Mastery Rankhoz vannak kötve, ugye például az Attika fajta az Mastery Rank 9-hez van kötve. Valami írták itt nekem, ami Mastery Rank 15-höz is lehet kötve akár. Szóval, srácok, ez lett volna nagyjából egy ilyen gyors update azokról, amik bejöttek. Idővel beszeretném mutatni az én is az új gameplayt, az új missionöket, és alapvetően nagyjából semmi extra nem történt tényleg. Az új fegyvereket, az új modot, a War Within végén megkapott cuccokat, ja, és ugye a Tenóval most már tudsz sétálni. A Tenót úgy tudod előhívni, hogy röviden megnyomod az ötöst, vagy azt, amire neked be van állítva, röviden nyomod meg, és hogyha magát a Tenó képességet akarod elkapcsolni valamelyik iskolát, akkor hosszan kell megnyomni az ötöst, és boldogság van. A következő Prime Warframe a Valkür lesz, kérlek szépen, véletlenül benne hagyták a játékban. Tehát a következő Prime az a Valkür lesz, úgy néz ki. És most tényleg ennyi az a különböző update-ekről. A War Within tényleg egy kellemes szórakozás volt, mindenképpen egy jó részét kaptuk a játéknak ezzel a kis cinematic quest-tel. Srácok, köszönöm a figyelmet, a következő Warframe videóig. Szevasztok!